lehetsége. És aztán az az információt Németországban akartak kihasználni, hogy német anyák egyszerre több gyereket szülessenek, és annak köszönhetően a Németországnak a lakosságát gyorsabban nagyobbítsák. Amikor befejezte a kísérleteket, megölte a gyereket. Több száz gyerek biztosan meghalt a kísérletek alatt, vagy aztán megölte őket. Sajnos soha nem sikerült elfogni őt, háború után bujkálni kezdett, először Németországban, aztán Dél-Amerikában megszületett. Dél-Amerikában is meghalt végül, 79-ben, amikor visszat, szívinfarktust kapott és megfújtott. Soha nem sikerült elfogni. Azért nagyon gyakran öngyilkosok lesz.